Kabaré Klub, a diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidőközpontból. Szerkesztő Sinkó Péter. Összeállította és konferál Aranyosi Péter. Köszöntöm a Kabaré Klub hallgatóit, mai adásunk Miskolcról jelentkezik, a diósgyőri Ady Endre Művelődési és Kulturális és Szabadidőközpontból. A Kossuth Rádió roadshowja keretében a Kabaré Klub kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy több vidéki helyszínre ellátogasson. Ennek első állomása Miskolc. Miskolc, amely szülővárosom, így Sinkó Péter főszerkesztőnk, nem kis súlyt rám helyezve, rámosztotta a műsorvezető nehéz feladatát. Bár 15 éve nem élek Miskolcon, de szüleim, az öcsém és barátaim még helyi lakosok, így sűrűn hazalátogatok családlátogatásra, azért még képben vagyok, ha Miskolcról van szó. Ez a helyszín nagyon pikáns, hiszen ez itt az Ady Endre Művelődési Ház, ahol oly sok szép koncerten tomboltam a 80-as években. Barátaim idült csoportja, akiket gyűjtőszóval csak Béláéknak hívok, a rendszerváltás idején a punk zenétől megittasodva koncertet szerveztek ebben a művelődési házban. Úgy gondolták, hogy szombaton este 8-kor bárki tud koncertet szervezni, így ők vasárnap reggel 7 órára. Szerveztek koncertet, és valamilyen úton, módon az önkormányzat egészségügyi osztályától szponzorációs pénzt is szereztek. Azóta se tudom, hogy mire harapott, illetve szívott az egészségügyi osztály. Lehet, hogy a koncert címe tetszett meg nekik, ami így hangzott, Rokkadrogért. Gondolom az önkormányzat antidrog műsornak gondolta, és nem is sejtették, hogy Béláik a befolyt összeget drogra költik. Mert egy igazi punk így mulat. Még vidéken is. Bejött a koncert elején, ugye hajnali 7 órakor, egy punk fiatalember, akinek égnek állt a haja, és annyit mondott, fiúk, most hallgassatok meg itt egy nénit. Bejött egy hölgy, hozott magával egy kis táskát egy székkel, és annyit mondott, szervusztok, gyerekek, Horváth Irénke vagyok, Erzsike néni. Most végeztem el Budapesten egy dog prevenciós tanfolyamot, és szeretnék nektek így a koncert előtt egy kis előadást tartani a drogokról. Elkezdte mondani a műsort, ugye a saját műsorát, és utána azt mondta, hogy hát a drogoknak vannak nehéz és könnyű fajtái, és kinyitotta a dobozkáját, ami úgy nézett ki, mint egy MV kezdő csomag. Előhúzott belőle egy kis zacskót, és azt mondta, ilyen könnyű drogok, például a marihuána, és elkezdte lobogtatni a zacskót. Itt a közönség soraiba 40 gyerek föltette a kezét, nekünk is van, nekünk. Nagyon kedvelem az ilyen éneklős, tehetségkutató versenyeket is. Az első 2-3 adás a legjobb, amikor a világ összes szerencsétlene oda kerül. Múltkor volt egy srác, akinek olyan nyúlszája volt, hogy ha megfogom a lábát, még az is szerencsét hoz. Szegénynek olyan hangja volt, hogy víz alatt lehetett volna heggeszteni vele. Fél óra tehetségkutató verseny nézés után át kellett kapcsolnom 1,5 órára a Pax TV-re, hogy visszanyerjem lelki egyensúlyomat. Azon gondolkoztam, hogy ide nem is zsűri kéne, hanem sortűzbizottság, de nem a fellépőknek, hanem azoknak a szerkesztőknek, akik ezt engedik, mert azok az igazán aljasok. Ha már itt tartunk a megyasszói oviban, az 5 évesek
ellopták az óvónénik pénztárcáját. Hát hova fejlődhet még a világ? A nyári szünetben majd a 26-os úton fogják futtatni a maci csoportos kislányokat. Apropó pedagógusok, középiskolámba annak idején a matematika tanárnőnket, akit hívjunk most csak Kánénak, mi mondjuk csak mosolygó hóhérnak hívtuk, egy helyes 50 körüli asszonyt képzeljünk el, kiállt így a terembe, rettegve mindenki félt a padba, és csak ennyit mondott, hihetetlen magas hangon, ki volt az a fiatal ember, aki tegnap iskolaidőben kint Ágikával a C-osztályból a parkban a Hősök terén csókolózott? Senki nem jelentkezett. Sziklai Tibor! Haszontalan legény! Nézzük ma kifelel! Ágika a C-osztályból már lefelett. Nézzük a naplót! Sziklai Tibor! Ezért lettem én tanár. Tényleg, hogy szivatsz embereket, és még pénzt is kapsz érte. Na, nem tudok szó nélkül elmenni miniszterelnökünk drámai, sírós alakítása mellett. Szerintem a parlamentben összekeverte az ajtókat, és a pánikszoba helyett a sajtótájékoztatóra lépett be. Úgy szippogott, hogy több hivatásos siratóasszony visszaadta az ipart. Az EGRI kórház a szomszédvár Olaszországból csábítja haza a doktorokat. Azt nem tudjuk, hogy jobb lesz-e a gyógyítás színvonala, de hogy a reggeli cappuccino jobb lesz, a 100%. Egyébként házam táján minden rendben van, fiaim szépen gyarapodnak. A 10 hónapos Tomi fiam már olyan dagi, hogy egy barátom azt mondta, a bölcsiben ő lesz a kidobó. Egy tény nem kimászik a járókából, hanem szétfeszíti a rácsokat. A kölyök többször kell fel éjszaka, a feleségem már nagyon fáradt, úgyhogy nálunk ő sír fel, nem a gyerek. Azt mondta anyósom, anyámmal egy platformon állva, hogy azért kell fel a gyerek éjszaka többször, mert vacsorára kevés ételt kap. Na, én nem voltam rest, sülcsülköt leturmixoltam a krumplival, ez kapta vacsorára, úgy cuppogott, ízlett neki, de így is kétszer felkelt. Rájöttem miért, a zsíros ételre kívánta a sört. A mai műsorra megpróbáltam miskolciakat hívni, sikerült miskolci előadót, miskolci színészt és miskolci írót is a csapatba beszervezni, de természetesen nem csak ők, hanem majd mások is szerepelnek a kabaréban. Itt Miskolcon nem volt kínai piac, helyette nekünk lengyel piacunk volt. Polszki fiat alkatrésztől szőlőcukorig mindent árultak pokrócról lengyel testvéreink, de felviratt az új kor, a lengyel melegítő ruhák helyett már kínai jogingokat vásárolhatunk, nagy a felhozatal a rögtön áramütéssel sújtó rádiókból, és a több méretre nyúló pólókból is. Aradi Tibor jelenetében a szerző a kínai árucst alakítja, az idős vásárló házaspár szerepében bácsi Vida Péter, a néni pedig Hadházi László. Nézed kész a gézzel, nézed? Ott van abból a teából, amiből visszanyered az állóképességed, nézed? Minek ahhoz, Teo? Elég lenne, ha elutaznál egy időre. Szégyeljed magad elfele. Elnézést, elnézést. Vakja van, van, vak, vak. Igen, igen. Ráadásul most akciós. Kicsi kerül 10.500, nagy ugyancsak 10.500. Nagyon jó, nagyon jó. Hogy tudja ilyen olcsón adni a nagyot? Úgyhogy kicsi sose volt. Aha. Akkor nem kérek, viszont van olyan nagyon jó mackó felső, olyan kapálni valahogy, tudja, amire rá van írva, hogy kappa.
Milyen tetszik, Kenny? Kappa? Pillanat, mindjárt szól kollega Chen, egy pillanat hozzá. Chen, tajvan-e tajvan, 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 tajvan. Várjon már, nehogy megint közméteszedő pólót hozzon, mint tavaly. Mondjuk az nem volt ráírva. Fiatal ember, órája van? Persze van, sokféle. Mondja már meg, akkor menj az idő, mert a meccsre haza akarok érni. Nagyon jó, már megint az a hülye meccs. Nálad mindig a foci az első. Én meg csak a második. Irén, vagy nyerd le, vagy köp ki, de ne fogadd, mert megőrülök. Na látod, tudsz te kedves lenni. Futball nyelven szólva, hogy esélyed sincs a 32-be jutáshoz. Bocsánat, hogy közbeszól, nálam kapható márkás televízió, osztott képernyős, tudja rajta nézni meccs és kedvenc sorozat egy időbe. Nagyon jó, hallod Géza? Nagyon jó. Jó, akkor adja oda azt a felét, amilyen a meccs meg. Hát, gondolják meg, tényleg nagyon jó vétel, 10 000 forint és nagyon márkás. Sonny? Sonny? Ez biztos? Biztos. Én írtam rá. Teljesen. Ide figyeljen maga, szimpatikus. Azt mondja meg nekem, van valami finom kölnie? Olyan jószagú, mint a moszkvaja kraszna volt. Teszik, itt van, ez a legjobb illat egész világ. Ezt ragold meg, Géza. Na? Milyen? Mint a lidokaim. Hogy mint a lidokaim? Magadra fújod, azt egy perc múlva már semmit nem érzem. Értesz Istenhez. Na tegye félre, kis ember, jó? Lássuk csak. Figyeljen ide, hagyja írta, olyan van? Természetesen, igen, van. 1500 forint, csak leteszi hangyacsapda szoba közepére, egy óra múlva eltűnik összes. Hallod, Géza, bele ne lejtél. Egy óra alatt eltűnnek az összes hangyák. Ja, mert megijednek az érkező csotányok. Steket semmi se jó, legközelebb nem hozlak. A vegyél be egy kavintont. Minek? Hogy el ne felejtsd, amit az előbb mondtál. Bocsánat, nem éhesek? Van nekem szecsuáni márha? Ki ne hozza. Azt mondják, az mocskos erős. Hát erős volt, de bőrlén legyőzte. Uram, márha? Nézzen a feleségemre, és magától is rájön. Figyelj ide, kis ember, van valami fogyasztószer? Persze, itt van pici masina, bedugja a konnektor, magára csatolja, és már is fogyaszt. Nagyon jó, és ez tényleg fogyaszt? Igen, rengeteg áramot. De magának nincsen rá szükségben, jól tartja magát. Tövig pirulok, jaj. Kis szimpatikus, milyen jól beszéli a nyelvünket is. Igen, mert félig meddig magyar származású vagyok. Félig, de meddig? Nem mondom meg. Bocsánat, nem akarnak venni aranygolyós tollat? Akciós, 1000 darabot adok egy áráért. Jaj, 1000 darab egy áráért, nagyon igen, jó. 1000 darabot egy autó áráért. Na, nem kérdezik? Jaj, akkor egy csak egyet adjon, és kérem azt a kölnét a moszkvaja krasznát. Mennyi lesz? 10 500. Kérek róla áfásszámlát? Teszik parancsolat. De hát ez a számla autójavításról szól, Cseng BT névre. Sajnos csak ilyen van. Na, azonnal adja ide a panaszkönyvet. Teszik, itt van panaszkönyv. A tollat is. A fenn egye meg. Amit magától vettem, toll nem fog. Te meg ne sohajtózzá, ahelyett, hogy segítenél, mint otthon. Csak eszembe jutott, milyen jó jött volna ez a toll az esküvőnk. Egyeljed elfele magad. Maga meg nehogy ezt így ezzel megúszta. Fel fogom hívni a fogyasztóvédelmi apekot.
Azok majd ide jönnek, azt jól felveszik a jegyzőkönyvet magáról. Az lehet, hogy kijönnek, de jegyzőkönyv nem fog készülni. Na, azt ott maga honnan tudja. Onnan, hogy ők is nálam vásárolják golyóstól. Szupkai Viktorra irigy az egész csapat. Állandóan jól fizető multicégeknél dolgozik, és vállalati kocsival jár. Azt viszont elfelejtjük, hogy ő korán is kell. De az irigység ma már csak ilyen. Ha átmegyek hozzá ötletelni, ezt a fedőszót találtuk ki az italozásra, rögtön felnyit egy ötletbort. Egyébként úgy indul a hétvégéje, mint egy kamasz teherautó, nagy fröccsel. A színpadon Szupkai Viktor. Ez is okolom, szép jó estét kívánok. Hát múlt héten lettem 37 éves, de már... Köszönöm szépen! De már a 30-nál azt mondták a barátaim, hogy Viktor, innentől a lemez B oldala szól majd. Három gyermekes családapa vagyok, mindig beszoktak dobni ilyen szerelmes leveleket a rajongók, ha legutóbb ilyen jött, hogy annyira gyorsan száguldott el előttünk, hogy csak egy fényképet tudtunk készíteni. Jöjjön el hozzánk, közlekedésrendészet! És hát nyáron férfivá avattak, minden kultúrában van férfivá avatási szertartás. Nálunk Magyarországon szerintem az, amikor egy panelházba, födénbe csillárkampót kell felfúrni. Áthívott az egyik haverom, mondom, fúrógéped van? Van. Hát egy 40 éves bakony fúrógép. Fölálltam egy alumínium létrára, neki feszültem, és 40 percig fúrtam egy gyöngykavicsot. Panelház, megy a hang. Föntről lejött egy felső szomszéd, olyan kézzel, mint egy szabaduló művész. Nem is köszönt, csak bejött, és elhajlította a fúrószárat. Értettük a célzást. Hívtunk egy profi hiltist, leültünk a haverral egyet sörrelő, fölállt a létrára, tessék! És csak ennyi volt. Hú, de szép, fúrjál még egyet! Laktam még a Vekerle telepen is, ahol Aranyosi Péter kollégám is lakik. Hát ott ilyen homokkőből van a fal, úgy megy át rajta a fúró, mint a vajon ilyen. Amikor oda költöztünk, fúrom föl a könyves polcot, első fúrás, kopogtatnak. Második fúrás, csöngetnek. Hát mondom, átmegyek most már ütve fúróba. Előbb ütök, aztán fúrok tovább. Kimentem, egy nagyon pici vietnámi ember állt az ajtóba. Megsajnáltam. Átvitt a lakásukba, pláne amikor láttam, hogy a szomszéd szobában, ami velünk közös fal volt, egy óriási festmény volt rajta őzekkel. Azon így sütött a nap, csak az már tőlünk. És egyszer bosszút álltak, megjött a nagypapa Vietnámból, aki kambodzsai veterán volt. Nagy bulit csináltak, este 11-kor karaokiztak. Nem tudom, hogy a hert hallottátok-e vietnámiul. Olyan, mint amikor az árszervénybe belekap a flex. Abból vettem észre, hogy gazdasági válság van, hogy Charlie Angyalait magyar szereplőkkel kis költségvetéssel fogják forgatni. Soma Cini és Bíró Ica lesz benne. Illetve volt az a rengeteg lehallgatási botrány, hát mondom, akkor lesz mobil akció politikusoknak, mobil és diktafon egybe, így nem kell dolgozni az MBH-soknak, le lehet adni hetente. Megmondták, hogy nem fog megépülni ez a második gumigyár Magyarországon, nem baj az, már az elsővel is baj van, a dél-koreaival, Dunaújvárosba, állítólag sok szalagmunkás ül a pszichológusnál, és mondja, hogy mostanában hangkúkot hallok. A másik dolog, hogy itt volt nekünk ez a NATO csúcs, és ott, ahol volt a konferencia, ott beszórólapozták az egész környéket, hogy tilos szellőztetni, de tilos még ablakot nyitni is. Hát mondom, akkor anyósomat most fogom eltüntetni. Elég, ha fölkiabálok, hogy mama, dobja ki a kulcsot. Hát másnap már Guantanamo-ról fog képeslapot küldeni.
Aztán a mesterlövészek fenn vannak a tetőn 72 órán keresztül, óriási feszültség van. Ilyenkor elég, hogyha az asszony rátelefonál az egyikre, hogy figyelj, a mosógép megint lelőtt a vízkinyomott csövet. Úgy leszedi a kéményseprőt a szemközti házról, hogy ihar. Meg ahogy kifekszenek, szerintem a közös képviselő kirúgja a padlásajtó tetejét, megjelenik két presszókávéval, és azt mondja, hogy tábornok urak, a galambukat nem lönnék ki az ereszről, ha már itt vannak. És mindig szoktam mesélni, hogy a mi környékünkön, hát van néha kocsmai verekedés, bejön valaki így, bal csapottal érzéstelenítik, jobb roggal azonnal megműtik, ha nem szimpatikus az arca. És a múltkor egy ilyen kocsmai verekedésbe fölpattant egy borzasztó nagy darab fickó, és elordította magát, hogy kuss, én testőr vagyok. Igen, azonnal ütöttek neki egy Tetris fogsor. Olyan szünet van a fogai között, hogy így összezárja, és meg tudja mosni a bölcsesség fogát. És így leültettük, ítattuk, hogy ne fájjon neki. Így elmerengett, és mondta, hogy minden testőrnek az az álma, amit látsz a Matrix című filmben, hogy így foggal elkapni egy golyót. És mondta, hogy van egy új kolléganője, az így foggal két golyót is el tud kapni, csak... Mondta, hogy kormányőr. Mondtuk, az, amelyik mindig téliesítve van, akinek itt a fűtőszál megy föl a fülébe. És mondta, hogy amikor volt a Bush látogatás, így Budapesten rúgták ki az egész amerikai testőrséget. Hát egyrészt 8 tonnás, hatalmas limuzin autókkal jönnek, amik páncélozottak, vegyi támadást bírnak. Egy atomvillanás is annyi benne csak, hogy Joe, nekünk koccantak. De tulajdonképpen a kátyukat nem bírták, tehát 3-szor kellett őket lecserélni. Illetve az a szabály, hogy az amerikai elnök bárhol jár a világon, 5 méterre nem lehet megközelíteni az autóját. Na most jött a karaván a Ferihegyi reptérről, szépen gyanútlanul. Nagyvárad téli kereszteződésnél egy kicsit lassítottak a lámpánál, már le volt mosva az összes szélvédő. Bush a parlamentig vett egy fedél nélkült is. Illetve egyetlen egy jó tanácsa az év további részére, mert gondolom fogunk még alkoholt fogyasztani. Addig ne lögdössünk senkit, amíg csak hátulról láttuk, mert úgy járunk, mint a málna csősz, akinek az volt az utolsó mondata, hogy ne zabáld már a málnát bundában, te állat! Köszönöm szépen! A következő írás szerzője Tőzsgyökeres Miskolci. Ugyanazt vallja, amit csaknem 80 évvel ezelőtt Móricz Zsigmond, aki ezt írta, Miskolc a legnagyobb jövőjű magyar város. Ez így van ma is. Miskolc a legnagyobb jövőjű magyar város. A kérdéssel térjünk vissza 80 év múlva. Ajánlja önöknek a szerző, Szabados Gábor, aki egyébként újságíró és az Észak-Magyarország munkatársa, és most egy roppant szabályos hegyajé szüretet hoz ide elénk, Bida Péter segítségével. Egészen jól sikerült az idei szüretünk a rokonokkal és barátokkal. Végre rendben mentek a dolgok, és nem össze-vissza, mint korábban. Kora reggel megérkezünk az autónkkal a szőlőhegy lábához, és rögtön csodás látvány fogad. A nap sugarai megsokszorozódva tükröződnek vissza az autóparkoló őreinek szuronyairól. Nyalka vitéz, mindegyik, az egyiken megakad a lányom. Szeme. Éppen a legdelibb legényen, amelyik hátba vág a puskatussal, és a parkolói egy automatához terel bennünket. Nejem véletlenül kilép a sorból, de megkímélik az életét. Megúszza egy feljelentéssel hatóság elleni erőszakért. Dr. Kormos, az állandó ulti partnerem azt súgja nekem, hogy rossz előérzete van. Ezt már nem tűrhetik, bevágják Dr. Kormost a rabumobilba, és meg se állnak vele a Váci fegyházig, vagy Kufsteinig. Megváltjuk parkolójegyeinket, és irány fel a hegyre. Pár méter után feleségemre rájön a síró görcs az átélt izgalmak miatt. Dr. Kormos özvegye nyugtatgatja, mondván, mit szóljon ő? Semmit. Lép elő a bokor mögül egy katonai rendőr, de lehet, hogy az APEC kommandó tagja, mert igazoltat bennünket adóazonosítókat, tajkártyákat elővenni. Apósomnál nincs nála az adókártyája, megpróbál elmenekülni, de a felszólításra megadja magát, állj, vagy elereztem a kutyákat. Természetesen számára is befejeződött a szüret.
az APEC-es nyilatkozatot írat alá velem, hogy a szőlőt törvényesen szereztem, és nem pénzmosásból, zsarolásból, gyilkosságból, vagy kábítószerkereskedelemből. Reszkető kézzel írom alá a nyilatkozatot, nyilvánvaló a számára, hogy hazudok. Valahogy felérünk szőlőnkig, hamarosan kezdődhet a szület. Nyitnám ki a présházat, dugom a kulcsot a zárba, nincs zár, ajtó sincs. Sőt, présház se. Ezt bizony szétszették, elvitték. De most mit kezdjek a kulcssal? És ők szegények mit kezdenek a kulcs nélkül? Most inni kell. Elő a pálinkával, töltök mindenkinek, a gyerekekre is ráfér. Siréna hang, könygáz, fény és hanggránát, süketen vakon állunk, miközben a vámőrök lecsapnak ránk. Fuldoklunk, taknyunk, nyálunk, egybefolyik, de sajnos nekik van igazuk, a pálinkával sem tudok elszámolni. Most mi lesz? A szőlősorok mögül fölbukkan régi jó barátom, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, és összetett kézzel kéri a fináncokat, most az egyszer engedjenek el, ő kezeskedik értem. Az állásával játszik, nagyszerű ember. Egyszer megmentettem az életét, most duplán törlesztett. A fináncok elvonulnak, mi hozzálátunk a szőlő leszedéséhez. Páran megpróbálnak előtte enni, de egy falat nem sok, annyi nem megy le a torkukon, jön minden visszafelé. És ez nagy baj, mert a fehér egyenruhás ANTS haderő tagjai először is felmosatják velünk a domboldalt, aztán elkérik az oltási papírjainkat, a tüdőszűrő igazolást, és valami erős anyaggal fertőtlenítenek is bennünket. Páran elájulnak, többünknek kihull a haja. Igaz, ami igaz, volt már ennél vidámabb szüretünk, de fegyelmezettebb még soha. Csak azért is rágyújtunk egy nótára. Fekete símaszkos férfiak ereszkednek alá villámgyorsan egy fölöttünk köröző helikopterből. Golyóálló mellényeiken felirat, szerzői jogvédő hivatal. Parancsnokuk közli, mi itt illegálisan énekeljük az Érik a szőlő kezdetű dalt, ezért az egész társaságot vagyonelkobzásra ítéli. Ha még egyszer rajta kap, kénytelen lesz a jogsértést megelőzendő kivágni a nyelvünket. Megbilincselve vezetnek le bennünket a szőlőhegyről, lent a faluban éppen kezdődne a születi felvonulás, este pedig a születi bál, igaz, ember egy szál se, mindenki előzetes letartóztatásban, sört ide, bort ide, te szép barna lány, az anyád, hadd mulatom ki magam legalább. Dombovár István kezdő bulímiás. Falási romok már megvannak nála, csak egyelőre még bent tartja. A számok megszállottja, múltkor kiszámolta, hogy 50% esély van rá, hogy összejön Britney Spears-szel. Ez úgy jött ki, hogy Dombi biztos akarja, Britney meg vagy igen, vagy nem. Legkedvesebb gratulációját lakóhelyén kapta, ahol azt mondták neki, hogy örülnek, hogy ezt a kabarés dolgot csinálja, mert addig sincs otthon. Következik a humor dundikája, Dombovár István. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagyon kedves volt ez a felkonferálás, azért lássuk be, volt is alapja neki. Csak Péter szorjára reflektálva nekem is eszembe jutott egy kedves tanerő, még általános iskolás koromból, hát egy tanárnéni, aki nagyon nehezen tudott fegyelmezni. És mindig, amikor már ilyen kémia óra volt, amit ő tartott, amikor már nagyon nagy volt a zsivaj meg a balhé hátul, akkor azt találta ki, hogy egy kémcsőbe kénsavat öntött, bedobta a hátsó sorok közé, és közben üvöltött, aki kapja, marja! Egyre nagyobb a dömping a tévéműsorokból, tehát most már nagyon nehéz eldönteni, hogy mit érdemes egyáltalán megnézni, mit nem. Nekem egyébként ez az új celebműsor, ami van, ott is állandóan balhéznak, az a sztori, hogy mikor kiver össze valakit. Nekem ez a celebműsor pontosan ugyanaz, mint a Mónika Show, annyi különbséggel, hogy nincsenek lent piros fotelek, a szereplőknek meg mindegyiknek van foga. És... jó pár kollégámmal együtt én is szerepelek egy tévéműsorban az egyik kereskedelmi csatornán, és hát, hogyha valaki tévében szerepel, akkor arra gondolunk így elsőre, hogy majd népszerű lesz, megismerik az utcán, szóval pozitív dologra gondolunk. Ez nem minden esetben van így. Tehát én például egy 3000-es kis faluban élek, és ott ez azért nem így működik. Ott leegyszerűsítették, hogy amíg a tévében voltál, addig se kapáltál, ergo nem vagy hasznos tagja a társadalomnak.
Minden esetre remélem, hogy nézték a műsort, és remélem nem csak azok nézték, akik egyébként célirányosan a győzikes ót akarták nézni, csak úgy maradt a tévé, mert ugyanazon az estén volt. Na most, aki látta az adást, annak bizonyára feltűnt, hogy minden harmadik szereplő transvesztitának öltöztették gyakorlatilag, és hát engem, én voltam az egyetlen, akit nem, mert rám nem volt jó egyik kellék sem. Hát mi voltunk a hibások egyébként a rossz ruha választásban, hanem a stylist fiatal ember, aki hát, hogy is fogalmazzak szépen, hogy korrekt legyek, meg ne bántsak meg senkit, meg őt se. Hát ez a körömlakszárító típusú fiatal ember volt, szerintem mindannyian tudjuk, hogy mire gondolok. Felajánlottam, hogy vágjuk szét a lila kabát hátulját, és akkor összeér az eleje. Ez az okos srác beszólt, hogy nem rongáljuk a kelléket, te buta. Pedig én rendes akartam lenni. Ennek az alkatnak vőleg hátrányai vannak, előnye nem sok. Egyetlen előnyéről tudok, ami eddig kiderült, az az, hogy a fizika megmásíthatatlan törvényeinek köszönhetően takarékosság, megszorítás ide vagy oda, én garantáltan mindig telikád vízben fürdök. Főleg céges fellépéseknél viszont, amikor a rövidlátó rendezvényszervező valamit elír, akkor történnek érdekes dolgok. Múltkor felléptem a Michelin cég családi napján, és én hülye állat valamiért, nem is tudom miért, fehér ruhában léptem föl. És hát a végén összekevertek a gumiemberkével. Nem lett volna gond, de megpróbáltak leereszteni. Arra eszméltem, hogy két kezeslábasos fiatalember keresi a nadrágomba a szelepet. Én azt meg úgy férfiaktól annyira azért nem kultiválom. Na mindegy, szóval ez a körömlak szállító fiatalember nézeget, és azt mondja, eszembe jutott valami vicces. Neked az igazolványképeret egy körzővel meg lehetne csinálni. De vicces vagy. Volt azért pozitív is, tehát ne csak a rossz dolgról beszéljünk. Az adás utáni napokban szembe jött velem egy 80 pluszos házaspár, bácsi, néni, és hát a bácsi megismert a tévéből, nagyon aranyos volt, megböki a nénnek az oldalát, és azt mondja, hogy nézzed már, mama, hát ez az a hülye gyerek abból a szarból. Aztán, hát hogyha valaki egy tévéműsorban szerepel, akkor esetleg a szerencsésebbek kapnak valami szponzorációs ajánlatot, megkeresik ezzel-azzal. Hát én is vártam, majd egy lakóparképítő cég vagy egy autógyár megkeres. Hát nem jött, valaki kopogott azért, egy fogyasztószer árus, aki hát valami érdekes fúzió mellett, nem tudom, hogy ez hogy jött össze, emellett, hogy fogyasztószer árus volt, még Jehova tanúja is. Megkérdezte tőlem, mert ugye neki kombinált volt a feladata, hogy tudsz-e olyan dolgot a világon, ami fényként halad végig az ember szervezetén? Na persze a villám, de nagyon nem szeretném megtapasztalni. Tehát nem vásároltam meg tőle az Isteni Fény című fogyasztószert. Egyébként én nagyon szerencsétlen vagyok, tehát Szegeden éltem több évig, és nem tudok nemet mondani, az az én nagy bajom. Tehát leszólítanak a Jehovák, a mormonok, akkor nincs szívem őket így elhajtani, és megyek szépen, pattogok, jön a mormon, azt mondja, hogy hello, szia, beszélhetnénk veled a vallásról? Hú, megyek, sietek. Hova mész? Megyek a Tesco-ba. Megyek veled? Sőt, jönnek a barátaim is. Olyat még nem látott a szegedi Tesco népe. Megyek csöndben, a mormonok tolták a bevásárlókocsimat. Jehovák meg pakolták bele az olcsó ciklot. Volt még egy kellemes élmény, hát a tévéadás hetén járt a lakcímkártyám, és kénytelen voltam elmenni az okmányirodába. Nagyon-nagyon rossz napot fogtam ki, mert nem a szokásos 50-es szakállas Windows mágus ült a pultnál, hanem betonítás alatt volt egy nagyon dekoratív, ám de hidrogénbomba tekintetű hölgy. A csaj nagyon lassított, mert mindenre visszakérdezett. Mondta neki a szakállas, hogy kisasszony írja le, hogy tisztelt önkormányzat. Pötyög-pötyög megkérdezi, Times New Roman betűtípus jó lesz? Legyen az, csak haladjunk. Írja le, hogy kelt itt és itt, ekkor és ekkor. 18-as betű méret, jó lesz? Persze, legyen az, majd átformázom, csak tényleg haladjunk. Erre végre bekerültem én a sorszámmal, és a szakállas okmányirodás megismert a tévéből. Egyszer csak így felhorkan, azt mondja, Dombóvári István. Csaj pötyök felpillant. Félkövér?
Hát nem. Aztán, ha már fellépések, a vidéki hakliknak mindig megvannak a varázsai, hát falunapokon néha kicsit túlszervezik a programot. Falunapon általában mindenhol birkafőzéssel indítanak, aztán egész nap isszák a húgymeleg kőbányai sört. Délután 2-kor, amikor a program tetőzik, akkor már a nap úgy megcsapta a fejüket, hogy kölcsönhatásból lép a húgymeleg kőbányai sör, valamint a birkából kiváló fagyú, és körülbelül annyit tudnak elérni, hogy beállnak a színpad elé, többnyire háttal. Érdekesen tartják a fejüket, kezükben pedig 45 fokos szögben áll a meleg sör. Azon a napon valamit nagyon félelődtek, ugyanis meghívták Markot, azt a celebet, aki most kim van a dzsungelbe. El lehet képzelni, hogy néztek ezek az illetők, amikor belefogott a Ments meg szellem, mert belehalok című dalba. Hát ők valami egészen másba haltak bele. Majd, amikor senki nem reagált semmit a közönségből, mindenki úgy állt, hogy féloldalasan sörrel a kezébe, akkor Mark megkérdezte, hogy ti még soha nem éreztétek, hogy mindjárt jön a nagy ő? Erre valaki előrelépett és annyit csinált, hogy voltam azért illusztrisabb helyzetben is, nemrég sikerült felléptem az Apostol Együttes földi maradványai után. Hát szegény, fehér szakálló énekest hárman tuszkolták fel a színpadra. Hát a sajátos táncában meg a lila öltönyében pontosan úgy nézett ki, mint Tinky Winky a retikülös Teletubby. Az Apostolt különösen azért szeretem, mert olyan dalcímei vannak, hogy Grécsi László 3 hétig izzadna rajta, mire megfejti. Ilyenekre gondolok, mint például a Neked adom azt is, ami nincs, ami hát egy kormányprogram részének is megfelelhet. Valamint a Nem tudom, hogy tudnálak-e téged nem szeretni című dal, amit hát fordítsd a szöveghűen egy külföldinek. Aztán fiataloknál mindig főleg főiskolá szokott lenni, hogy valamit megpróbáljuk meglovagolni az eseményeket, vagy az aktualitásokat, és hát én nagyon hazafias akartam menni, március 13-án léptem fel, azt hiszem, egy főiskolán, és megkérdeztem őket, hogy na tudjátok-e, hogy mit ünneplünk mindjárt 2 nap múlva március 15-én? Felpattant egy ilyen Robinson külsejű fiatalember, és üvöltött, hogy persze, Gino Diák hitel! Valóban ünnep. Én már sokat töltöttem albérletben, és most már azért tudom, hogy mit, hogy kell csinálni. Annak idején még nem tudtam. Végezetül elmesélném azt a kis történetet, ami hát arról szól gyakorlatilag az a tanulság belőle, hogy minél előbb próbáljunk meg függetlenedni. El kellett fogadnunk a párommal az utolsó albérletet, amit felajánlottak. Házi néni is albérlet volt. Át kellett az ő szobáján menni, hogyha valamit akartunk, és hát ez egy kicsit gáz volt. Egyik este hozzáfogtunk ahhoz, ami egy 5 éves párkapcsolatban különböző nemű emberek között teljesen természetes. Összeinstalláltuk a hardware eszközöket, és akkor nagyon szépen mondtam. Egyszer csak nyílik az ajtó, benéz a házi néni. Azt mondja, hogy jaj, bocsánat, elnézést, bocs, tessék már kimenni, csókolom. Visszacsukja az ajtót, mi ott néztünk egymásra tanástalanul, gondolkoztunk, hogy most mi legyen, hagyjuk abba, fejezzük be, napoljuk el. Végül egy 5 perc után, az ihlet elszállt. Egy 5 perc után arra jutottam, hogy hát akkor, ha már így összetettük a témát, akkor legalább járjunk a végére, futtassuk le a programot. Amikor hozzákezdtünk, hogy befejezzük, ismét nyílik az ajtó, benéz a házi néni, és csak ennyit mond. Hát, ha már egyszer magukra nyitottam, a hajszárítót már csak kihozom. Köszönöm szépen a figyelmet! Hadházi Laci kollégánk, egy igazi polihisztor, író, előadó, alkoholista. Új sorozatot indít, melynek főszereplője 2 nagyon buta menő csávó, Gec és Rezső. A 2 sötét fiatal szerepében a színpadon a szerző Hadházi László és Vida Péter. Csá, csúj, csá! Hello, csőváz! Haribó csokinyúl, hello! Hello, Getz! Nekem csobogsz, kispatak. Akkor most várol, várasz? Vagy... Ja. Mert hogy csak úgy itt gondoltam. Te ne gondolkodjál! Bocs, de ha mégis véletlenül úgy beugrana, hogy... Késsel a mozdonynak? 2 araplak, mint vidám motoros a szalagkorlátot.
jaj, értem. Kéresz, kérel, kér... Akarol szotyit? Makukát, adhatol. Ne te. Köszi. Jó, bocsi. A pólóm. Várjál, hozok hipót, tudod, a savak ereje. Jól nézel ki. Szoli? Az, Szoli. Pólóban? Pólóban, gyökér, pólóban, látod? Az a jó. Az nem jó. Ha nem, akkor nem jó. Csak azért van rajtam a lyukacsos póló, mert pettyesre akarok barnulni. Jelmez bába, megyek, én leszek a galuska szűrő. Aha. Tavaly én is voltam. Mi, galuska szűrő? Nem, jelmezbában. Ja. Képzeljed el, megettem egy tányér bablevest, fogtam egy teniszütőt, azt én voltam a Szeles Mónika. De jó, hogy nem láttam. Második lettem, és nyertem egy éjszakát a polgármester feleségével. Hülye. Az, ismered? Te vagy a hülye. Mi volt a fődíj, hülye? Doboz TikTok, azt hiszem. Te, pólód az műszálas? Nehogy már besétegessél. Ez valódi nájlon. Az jó, mert a haverom műszálas pólóban karcolt, és beleégett a hátába, hogy tankcsapda. Jó hülye a haverod, mint te. Ja, képzeld, elment szavazni a haver, aztán tisztára összefagyott félpucéron a fülkében, mert várta, hogy mikor szólítják, azt hitte, tüdőszűrőm van. Te gyökér! Remélem a mobilod ki van kapcsolva, mert bezavarja a Szoli gépet, aztán odakozd már a csajom. Oké, oké. Figyelj, gyökér. Na, getsz. Gyökér, getsz, figyelj. Van tetkód, he? Á, nincs. Neked? Nekem jó. Király vagy. Köldökömnél van egy tini ninja disznó. A hátamon egy pótosi fa. Csak most nem látszik, mert leázott a strandon. Hú, nagyon olasz. Tudasz úszni? Tudok hát. Tavaly is elúsztam az úszómesterig. Meg járok gyúrni. Mondjuk olyankor nem jó a tetkó, mert eltorzul. Ilyen lesz. Csúnya. Azt a dekircsi. Te gyúrsz? Gyúrok hát. Nem látod, milyen nagy a hasizmom? Ó, tényleg. Tisztára, mintha lenyeltél volna egy bukós isakot. Meg kemény is, mert minden reggel nyomok egy felülést. Most azért gyúrok, hogy fogyjak egy kicsit, mert vettem egy kis polákot. Azt a jó verda? Az, nagyon polák. 650 köbcenti utastérrel együtt. Rohadjon be, alig férek bele. Na, menjünk már, mert nagyon kívánom a sugarat. Okezd. Én jó fekete akarok lenni, mert holnap temetésre kell mennem. Rokon? Á, nem. Faterom. Várjál, az nem rokon? Hát én nem tudom. Vele sose dumáztunk ilyen jót, mint veled. Na csákány. Csücsumi. Bellus István hisz a több éjszakás, több szereplős kapcsolatokban. Bevallása szerint csak a hangja miatt nem lett énekes. Következik a kabaréklubban a miskolci Bellus István szűz fellépése. Miskolciak, fogadjuk nagy tapssal Bellus Istvánt! Tényleg nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bellus István vagyok, miskolci humorista,
És hát egy vallomással tartozom, azzal kell kezdjem a műsoromat, ami az ügynök múltammal kapcsolatos. Hát én bemerem vallani, hogy egykor 4x4-es MLM ügynök voltam. Egy általános iskolás osztálytársam szervezett be, aki hát 25 év után, ugye semmit nem tudtam róla, egyszer csak fölhívott, megkérdezte, hogy vagyok, és már benne voltam a rendszerben. És hát ugyanúgy, mint minden kezdő magyarországi ügynök, én is edényezéssel kezdtem ezt az egész dolgot, ahol is ugye hús, víz és zöldségek nélkül főztem húslevest minden este más konyhájába. Tehát ez így működött. Na, én utána gyorsan váltottam, elkezdtem az aloe verát és a japán tapaszt. De párhuzamosan, mert ugye azt mondják, hogy mindegyik mindenre jó. Hát emlékszem, egyszer egy ügyfelemet úgy megitattam aloe verával, hogy a japán tapaszt nem a lábára raktuk éjszaka, hanem a szájára. És hát úgy ébredt reggel, hogy perfekt japán. Na, hát elég lelkes voltam egyébként ebben a szakmában. Emlékszem, az első előadásomon 3-an aludtak el, a 4-en már én is. Tehát... Köszönöm szépen! Nehezen működött nekem ez a dolog, és az volt a legrosszabb, hogy még álmomban is termékekkel foglalkoztam. Egyszer azt álmodtam, hogy a derekamra csatoltam egy ilyen mágneses derékövet, és nem tudtam kiszállni a liftből. És hát szegény feleségem arra ébredt, hogy éjszaka ruhásszekrénybe ülök, és kiabálok a házmesternek. Úgyhogy nekem ez nem ment, viszont neki nagyon jól mentek ezek a dolgok. Ő még egy kis ezotériát, egy kis horoszkópot is tanulgat, és hát maradjunk annyiba, hogy ő már beszélt angyalokkal. Én még csak láttam angyalokat, amikor egyszer elcsúsztam egy kutyaszaron, és megfejeltem egy Family Frost autó hátulját. És hát most az az igazság az egészséges életmód kapcsán, hát most mindent megveszünk, ami zöld, vagy bio, vagy mag. Ezt a három dolgot. Tehát nálunk már minden bio otthon, lassan a ritmus is. És mi a hétvégi nagy bevásárlást a Csúri madárleleségboltban szoktuk letudni. Én már annyi magot megettem, hogy elkezdtem érteni a madarak nyelvét. Hát múltkor kihallgattam a fecskéket, még így nyár végén. És hát egy nagy titkot elmondanék, tehát ők Afrikába GPS-szel mennek. Tehát ez így van. Na most hétvégén egy falunapon ugyanezt elmondtam. Oda jött utána hozzám egy fiatalember, aki nem üdítő italokon él. És azt kérdezi tőlem, hogy figyelj már, tényleg így mennek? Hát mondom, tényleg így mesz. Yeah, és a gólyák? Hát figyelj. A gólyák pedig úgy mennek, hogy a vezérgólya a hón alá csap egy olyan fecskét, akinek van GPS-e. Csávó ezt megértette, tudomásul vette, összecsuklott és elaludt. Tehát tulajdonképpen így le is reagált a dolgokat. Na hát most elkezdtem méregtelníteni. Én korábban már méregtelenítettem, csak nem tudtam, hogy az volt. Tehát amikor az ember egy ilyen kaukázusi kefére meggondolatlanul tol egy ilyen zero kólát, hát egy olyan 3 napig a segélyhez van ragadva az alföldi, mármint a porcelán, tehát a porcelánra gondoltam, és ugyanezt a hatást érjük most el, gyógyhatású készítményekkel. Na most a méregtenítéshez még most hozzájárul egy olyan dolog, hogy ilyen zöld port iszok, ami hát tulajdonképpen darált fű, és hát rágya szaga van, fű íze, nagyon, nagyon kellemes dolog. Én, hogy kicsit ráerősítsek még, hát szoktam hozzá hallgatni egy kis Ladány Benét, ugye, ha az ember füvezik, akkor azzal ugye egy kicsit el lehet ütni az időt, de azt mondtam a feleségemnek, hogy hajlandó vagyok bármire, mint Michelle White. És azt mondta, hogy egy kis vega életmód nem ártana. Na hát most a vegetáriánizmus az tulajdonképpen ugyanaz, mint a papoknál a cölibátus. Ugye mind a kettő a hús tagadásáról szól. Úgyhogy belementem ebbe a dologba, azt mondta, hogy menjünk el egy ilyen reformboltba. Hát egy ilyen reformboltba olyan illat van az ember, ha belép,
mint hogyha Kokolino Maci megevett volna egy komplett erdőt, benne az összes védett növénnyel, és most az büfögné. És azért jó, mert egyébként meg nagyon jó csajok vannak a sorba, ugye hát wellness életmód, ugye ez hozzájárul, és veszik az érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Hát a tofut még értettem, viszont a szója burizerrel gondba vagyok. Tehát azt két napja beírtam a Google-ba, még mindig keresi. Az nem tudom mi. Hát azért elképzelném, hogyha a Bódi Szilvi mondjuk egy ilyen nagy tál csiráztatott lemmagport odatolna a Fekete Lacinak egy ilyen vacsora csatába, vagy valami ilyesmi műsorba. Nagyon szeretjük mi egyébként ezeket a Fakanál reality műsorokat. Na, hogy mennyire befolyásolja a média egyébként a hétköznapjainkat, arról csak tényleg egy adalék. Tavasszal voltam egy sajnálatos temetésem, és hát ugye a halottitor végén, ugye elfogyott minden étel ital, ültünk az asztalnál. Az egyik rokonom magához ragadta a szót, és annyit mondott, hogy hát erre a ma estére egy 4 pontot tudnék adni, mert... elég gyászos volt a hangulat. Na hát, amit még szeretünk otthon, ez a feng shui. Ha volt most a rádióban egy műsor, azt mondták benne, hogy nem célszerű munkahelyen ablakkal szemben ülni. Erre betelefonált egy bácsi, hogy jó napot kívánok, Béla vagyok, traktoros. Akkor mi a szar csinálja? Na hát, egészséges életmód ide vagy oda. Néha én nekem is el kell mennem orvoshoz. Hát most váltottam házi orvost. Elküldött szemfenék vizsgálatra. Mondom, egy pillanat, álljunk már meg. Vagy. Vagy szem, vagy fenék. Tehát bónuszként nyomott hozzá egy ilyen hasi ultrahangot, hogy még legyen az is. Na hát elmentem a szemészetre, mondom, azzal kezdek. Beléptem az ajtón, rám raktak egy szemüveget. Tehát onnantól kezdve nem emlékszem, hogy hogy jutottam el a székig, amire le kellett ülni, és azt mondja a doktornő, hogy a piros vonal alatti dolgokat olvassam. De most egyetlen egy piros vonalat láttam, az is függőleges volt, és később kiderült, hogy az volt a tűzoltó készülék. És amíg eljutottam a székig, addig 3-szor rúgtam fel a doktornőt. Tehát nem volt egyszerű. Na most nem láttam ugye a számokat, mondom, megpróbálom a lottószámaimat. Elkezdtem mondani, hát ott se nyert, úgyhogy nem igazán jött be. És mondom neki, hogy ne haragudjon már, doktornő, ha se te levenném, nem próbálhatnám meg úgy, mert úgy látok is. Erre így fogta magát, és akkor elkezdett kiabálni a asszisztensnek, hogy írja be, hogy nem fogadja a lencsét. Hát mondom, miért kéne fogadnom? Hát látok. És akkor legyen a szemfenék. Bementünk egy ilyen sötétebb helyre. Mondom, illedelmesen megkérdeztem a feladatot. Azt mondja, bele kell nézni egy ilyen gépbe, és keresni kell egy kis házikót. Hát én ott konkrétan a házikót nem láttam, egy komplett lakóparkot láttam, ugye az előző szemüveges produkció miatt. És hát már majdnem fölírtak nekem egy ilyen 90 diopriás szemüveget, úgyhogy gyorsan elhagytam a helységet, átmentem az ultrahangra. Hát ott jobb volt a hangulat, bár az orvos egy kicsit furcsán nézett, mikor megkérdeztem, hogy látszik-e már, hogy fiú lesz, vagy lány. Úgyhogy még én mindig jobban jártam, az unokatestvérem ilyen kardiológiai vizsgálaton volt, ugye a biciklit kellett tekernie, és hát szegény annyira meghajtotta, hogy amikor leszállt róla, nem volt magánál, és a biciklit neki akarta támasztani a falnak. Úgy, mint a kocsmában. Úgyhogy én azt mondom, hogy egészséges életmód ide vagy oda, vigyázunk az egészségünkre, és hogyha valaki meg tudja nekem mondani, mi a szója burizer, akkor keressen már meg, mert engem nagyon érdekelne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Kedves hallgatóink! A Kabaré Klub bemutatóját hallották Diós Győrből. Munkatársak Boros Mária, Czöndör Gábor, Mayer Viktor, Radvánszky László, Somogyi János. A felvételt Orosz Péter és Dany Zoltán készítette. Gyártásvezető Kajzer Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Összeállította és konferált Aranyosi Péter. Szerkesztette Singó Péter.